Minden elismerésem, ha a fura cím ellenére mégiscsak rákattintottál erre a videóra. Mert gondolom az már nem újdonság, hogy alkalmanként feltűnnek nálam fura témák, amelyek csak számomra fontosak, és igazából egyáltalán nem várom azt, hogy más is lelkesedjen iránta, de mivel ez a mai téma is egy olyan, ami számomra nagyon fontos, évek óta tervezem, ezért elkerülhetetlenné vált, hogy ne legyen egy videó erről is a csatornámon. Hello mindenkinek is, üdv újra itt nálam, és a mai téma egy egészen különleges lesz, amit már évek óta tervezek, és most, hogy enyém a világ összes ideje, végre meg is tudtam valósítani. Ma pár szóban mesélek nektek, és meg is mutatom, hogy hogyan készítettem el az életnaplómat. Az egész ötletet az adta, hogy a memóriám az néha elég furcsán működik. Jelentéktelen dolgokra kristálytisztán emlékszem, viszont nagyon fontos dolgokat pedig túl hamar felejtek el. És az életemben mindig is szerepet játszott az, hogy jegyzeteljek. Én már egész korán elkezdtem határidőnaplót vezetni, amiben az életem apró kis részleteit írogattam, feladatokat, célokat, történéseket. És elképzeltem, hogy létezik egy olyan könyv, ami az összes kiemelkedő életem során megtapasztalt történést, eseményt magába foglalja, és gyakorlatilag egy összegző könyve lesz az életem legfontosabb történeteinek, ezáltal bárhogy is viselkedik a memóriám, mindig lesz egy könyv, amihez visszanyúlva tudom, hogy ó, 2012. március 25-én ez történt velem. Jellemzően minden apróságot megőrzök, ami számomra valamilyen jelentőséggel, érzelmi jelentőséggel bír, így tényleg tele vagyok emlékekkel, viszont ebben az esetben szerettem volna egy olyan könyvet, ami az eszenciáját tartalmazza az életem legfontosabb pontjainak. Így tehát alap, hogy a könyv például azzal indult, hogy beleírtam az összes családtagom születésnapját, névnapját, jelentősebb eseményeit, aztán a saját magamra vonatkozó iskolai dolgokat, szóval ez alap, de hogy ezen felül is még egy csomó minden olyan apróság van, amit én nem akarok egyszerűen elfelejteni. Az egésznek az az alapja, hogyha hasonlót szeretnél te is kreálni, hogy legyenek határidőnaplóid. Én eddig a pontig 10 évre visszamenőleg tudtam csak megtalálni a kis írományaimat. Szóval az elmúlt 10 évem az itt van benne, a hétköznapi cselekvések szempontjából, mert természetesen van naplóm is, amiben pedig a mocskos részletek vannak, de abban nem menjünk bele most. Tehát, hogy ez tartalmazza azt, hogy én az elmúlt 10 évben hol jártam, mit csináltam, kivel voltam, mindent. Így tehát első lépésként végiglapoztam ezeket a kis füzeteket, és évről évre kigyűjtöttem az összes olyan jeles pillanatot, amit sohasem akarok elfelejteni. Egy kicsit érzelmi hullámvasút is volt, mert ahogy haladtam az években, újra éltem az eseményeit annak az adott évnek, ami volt, hogy pozitív, volt, hogy negatív, volt, hogy egy éven belül abszolút nagy hullámzást mutatott, és tényleg újra éltem a jót, a rosszat, és azt is, amit már rég el szerettem volna felejteni. Legtöbbször az az érzés jött fel bennem, hogy hála a magasságosnak, hogy ezeken már túl vagyok, és nem kell újra átélnem, mert hogy mennyire borzasztó volt, vagy mennyire kinkeserves volt, és hogy már nem biztos, hogy lenne erőm még egyszer ezt az egész históriát végigvinni. Persze volt egy csomó szép pillanat is, úgyhogy vegyesen, mindent kigyűjtve elkészült a lista. A lista, ami nagyon apró betűvel írva, sok-sok kis eseményt tartalmaz, és ebből egy néhányat hadd emeljek ki nektek, hogy mik voltak azok, amelyeket kiegyeztem. Ilyen például, amikor kiderült, hogy sikerült a nyelvvizsgám, mikor volt életem első hivatalos munkanapja, mikor tűnt el életem legfontosabb gyűrűje, amit csak csúfnéven sajtreszelőnek szoktak hívni, mikor volt az első szinkronizálásom, mikor volt a tesóm lánybúcsúja, mikor jártam először Izlandon, mikor vettem meg életem autóját, és melyik volt a legemlékezetesebb Valentin napom. Miután elkészítettem a listát, egy egész évtizedet tudtam ezáltal átnézni, a 20 és 30 év közötti időszakomat, és így
rájöttem, hogy te jó ég, mennyi minden történt velem. Szóval ez a kis életnaptár, napló létrehozása, ez egyfajta önreflexió is, és gyakorlatilag egy olyan kis magunkba mélyedésnek a pillanata lehet, amikor így tényleg konstatáljuk, hogy mi a franc is történt velünk az elmúlt 10 évben, hogyan és hova röppent el ez a rengetegnyi temérdek idő. Tehát miután ezzel megvoltam, jött a lényeg, a könyv, amiben mindezt beleírhattam. Több mint 1,5 éve keresem azt a könyvet, ami megfelelő lehet arra az elképzelésre, hogy ezt a sok-sok-sok-sok emléket méltó módon őrizze. A legfontosabb az az, hogy a könyv 366 oldalt tartalmazzon. Na most egy ilyen könyvecskét egy átlagos papírboltban nem lehet találni. Viszont a megoldás végig az orrom előtt volt az elmúlt 1,5 évben, ugyanis kaptam egy ajándékot egy kedves barátnőmtől, egy olyan könyvet, aminek a hivatalos neve az, hogy 5-Year Memory Journal, viszont én fejben átkalibráltam a tulajdonságait. Ez a kis könyv hivatalosan arról szól, hogy minden napra van egy kérdés, és azokat a kérdéseket megválaszolod 5 éven keresztül újra és újra, és az a munka benne, hogy megnézed, hogy mondjuk 2015-ben mit válaszoltál egy bizonyos kérdésre, és azt 2020-ban hogy válaszoltad meg, micsoda különbség lehet a gondolkodásmódod között. Egyébként nagyon szuper ez az ötlet, és magát a könyvet egyébként így is lehetett volna használni. Én 2018-ban el is kezdtem, de csak 1-2 hónapig csináltam, aztán valahogy abba maradt a lelkesedés, viszont arra a feladatra, amire én kerestem most valamit, arra ez egyszerűen tökéletességgel megfelelt, ugyanis pont így működik az én esetemben is, hogy itt a napokra jut egy-egy oldal, és nagyon sok csíkozott vonal vár itt rám, ami számításaim szerint az egész életemre elegendő helyet biztosít az emlékeimre. Ezután fogtam a fontos dátumokat, történéseket és belemásoltam ebbe a könyvbe. Így született meg néhány érdekes oldal, mint például június 27-én egyszer 2016-ban történt az, hogy felmondtam a munkahelyemen, majd 2019-ben a testvéremmel egy fantasztikus kiránduláson vettünk részt, amire örökre emlékezni fogunk. Vagy például december 2-án történt az 2014-ben, hogy a 2. bölcsességfogamat kiműtötték, ám 2015-ben már az első szinkronizálásomon vettem részt. Szóval így látni, hogy ugyanazon a napon, de különböző évben mi történt, ez gondolom megint egy olyan dolog, ami csak engem hoz lázba, de mennyire érdekes látni azt, hogy december 2-án, különböző évben mi történt velem. Egy mennyit változott egy év alatt a világ. És kitöltve a könyvecskét, azt kell, hogy mondjam, rengeteg az üres hely, és mondhatni, alig történt még velem valami. Tehát attól nem kell félnem, hogy valaha ez a könyv be fog telni, mert úgy érzem, hogy itt még nagyon sok kalandnak és izgalmas történésnek van helye. Úgyhogy boldog vagyok, hogy végre azt a sok-sok naptárat és a sok-sok élményt, amit beleírtam, azt leredukáltam e kicsi könyvecskére, és innentől fogva ő örök életemig velem marad, mert az életem krónikáját fogja tartalmazni. Hát ennyi lett volna a mai videó, köszönöm, hogy meghallgattátok az újabb hóbortomat, hamarosan találkozunk egy új videóban, addig is mindenkinek szép napot kívánok, és tessék pezsegni! Sziasztok!